Tart és 10 perc is kevés lenne, hogy felsoroljam, hogy mi minden történt az elmúlt 19 évben Magyarország egyik legkülönösebb bűnügyével és bírósági eljárásával kapcsolatban, mégis nagyon röviden megpróbálom megtenni. 1999-ben Újszent Margitán két ember annyira bántalmazott a vád szerint egy férfit, hogy az belehalt a sérülésébe, a helyszínről elvittek egy TV-antennát, 2002-ben elítélték őket nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt, másodfokú bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy nincs elég bizonyíték, ezért új eljárás keletkezett, felmentették őket, majd felmentették bizonyítottság hiányában, 45 millió forintot kaptak, eltelt több mint egy évtized, majd újra elítélték őket, immár jogerősen kimondták, hogy ők a gyilkosok, de akkor mi lett a pénzzel, és hogy tényleg őket, Zeke László ügyvéd a vendégem, jó reggelt kívánok! Remélem, nagyon röviden jól foglaltam össze, és nem szeretem a mellébeszélést, nyilván védőügyvédi státuszából következően nagyjából sejtem egyébként, hogy melyik oldalon áll. Legyen egyszerű a kérdés, ők voltak, vagy nem? Itt ugye a Burka családról, Burka Ferencről és ifja Burka Ferencről van szó. Meggyőződésem most is a jogerős ítélet ismeretében, hogy nem ők követték ezt el, és félelmetesnek tartom, hogy ilyen eljárásban is, ilyen bizonyítékok alapján ma Magyarországon ilyen ítéletet meg lehet hozni. De hát akkor mi történt? Tehát 19 éve, csak azért nem mondom, hogy kutyakomédia, mert hogy gyilkossági ügyről van szó, akárki is követel, 19 éve tart ez az ügy. Képtelenek voltak megállapítani a hatóságok, hogy ki az elkövető? Én azt gondolom, hogy főleg a 45 milliós kártalanítást követően ez egy presztízsügyé vált, és én folyamatosan azt éreztem azt követően is, mert nem ez az egyetlen eljárás, ami a Burka családot érinti, hogy ez egy presztízs kérdés volt, mégis úgymond megállapítani azt, hogy ők követték el a cselekményt. Ha nem Burkáikról van szó, én szerintem nincs ember, talán még Magyarországon sem, akivel szemben ilyen bizonyítékok alapján és ilyen körülmények között felújítási eljárás indulhat. Ügyvéd úr most azt mondja, ha nem Burkáikról van szó, de mitől különleges ez a Burka család, hogy az igazságszolgáltatás rászáll akkor? Rekordmértékű kártalanítást kaptak. Óriási média nyilvánossága volt az alapügyben ennek a történetnek. Szerintem nagyon komoly baklövés volt az alapeljárásban is ezt elindítani, és ráadásul olyan módon intézte annak idején az ügyészség és a bíróság ezt még, ami hát alkalmas volt arra, hogy közfelháborodást keltsen. Mondja, amikor azt mondja, hogy közfelháborodás akkor, és azt mondja, hogy baklövés. Szerencsés volt kiállni 45 millió forinttal mondjuk fényképezőgépek kamerákkal és meglóbálni azt? Én azt gondolom, hogy a 45 millió forint 6 évig kettő embernek börtönben eltöltött idejével nincs arányban. Tehát ez nálunk Magyarországon annak idején egy nagy összegnek számított, és valóban a bíróság nem ítélhet meg ennél nagyobb összeget. Nem lehet áttörni a egyébként szerintem szégyelni való bírói gyakorlatot egyszerre, és nem lehet tízszer akkora összeget megítélni, de hát 45 millió forint 6 évért kettő embernek, az egyáltalán nem volt magas összeg. Én nem azt mondom, hogy magas vagy nem magas, én biztos, hogy nem adnám magam 6 évig börtönbe, hogy kapjak 45 millió forintot, de lehet, hogy nem állnék ki mondjuk fényképezőgép elé, és boldogan meglobogtatni ezt az összeget. Mert feszültséget kelthet, hogy akkor konkrét legyek. Na most, hát ha az igazság feszültséget kelt, akkor valóban akkor ne álljunk ki az igazsággal. Én nekem egy kicsit más a véleményem. Rendben van, én nem is véleményt fogalmaztam meg, hanem egy vizuális dologra hívtam fel a figyelmét. Na most, hogy áll ez az ügy? Tehát most akkor ez egy jogerős bírósági ítélet, amely kimondja, hogy Burka Ferenc és ifja Burka Ferenc a gyilkos. Az új bizonyítékok az ugye egy unokának, illetve gyermeknek unokának, a tanúvallomása, egy volt élettársnak a tanúvallomása, és megkerült az a bizonyos antenna, amit a gyilkosság idején elloptak, vagy elvittek. Igen, ez csak részben igaz. Gyakorlatilag közvetlen vallomás, közvetlen tanúbizonyíték nincs. A Burka Richard, az unoka vallomása az, ami perdöntőnek bizonyult a bíróság szerint. Ő hány éves? Ő az elkövetés időpontjában kettő éves volt. 13 évvel később kihallgatott a nagyapja és az apja közötti veszekedést, és ebből átételesen arra következtetett, hogy szerinte az ő rokonai az elkövetők. Tehát ez a bizonyíték. Antennáról szó nincs. Tehát az antenna, hogy szögezzük le, nem tűnt el a helyszínről. Az antenna megvan. Az antennának a darabjai ott vannak az elkövetés napján is a helyszínen, dilidarabra szétszedve. Éppen ezért érzem abszurdnak, hogy felújítási eljárást indítanak 13 évvel később, mert a falu széli hulladéklerakóban megtalálnak egy darab antennát. Ki is rekesztették a bizonyítékok köréből.
Én azt nem érzem elegáns megoldásnak, tehát hogyha az antenna miatt elindul egy eljárás, és az eljárás közben kiderül, hogy az antennát nem lopta el senki, tehát nyereségvágy alapja sincs meg, akkor én nem zárnám ki a bizonyítékot, hanem megkérdőjelezném a vád koncepcióját. Na most akkor nézzük meg azt, hogy mi következik most. Ugye kifizette két embernek 45 millió forintot Igen. korábban, mert hogy nem tudták rájuk bizonyítani a gyilkosságot. Most viszont a bíróság jogerős bírósági ítéletével, és én, mint jogkövető magyar állampolgár, egy tévéstúdióban is ragaszkodnom kell ehhez, azt kell mondanom, hogy a bíróság kimondta, hogy ők a gyilkosok. De mi következik most? Mi lesz például a 45 millió forinttal? Szabadlábon védekeznek-e Burkáék? Mi a következő ügyvédi lépés? Igen, a jogerős ítélet következménye az, hogy a idősebb Burka Ferencről beszélek most az én ügyfelem. Idősebb Burka Ferenc 9 év fegyházbüntetést kapott. Előzetesben annak idején 6 évet letöltött. A mostani ítélet, jogerős ítélet szerint 2/3 kitöltésével szabadulhat, illetve hát a házőrizetnek, a lakjelegyesi tilalomnak a idejét is bele kell különböző szorzókkal számítani ebbe. Tehát gyakorlatilag ő nem vonul börtönbe, szabadlábon van most is. Mintha egyezzünk ki, döntetlenben alapon született volna ez az ítélet. Nem kell börtönbe vonulni. A kártalanítás része ennek a történetnek egy külön jogviszony. Ahogy a kártalanítás megszerzése is egy külön pernek a tárgya volt, úgy ennek a visszafizetése is, ha ilyesmire sor kerül, és ha valaki úgy ítéli meg, hogy a kártalanítás összeget vissza kell venni, akkor arra egy pert kell külön indítani. A mi részünk ebben a történetben az az, hogy a jogerősen lezárt ügyel szemben azért vannak további lehetőségek, tehát van rendkívüli perorvoslati lehetőség. Törvénytelennek ítéljük a bíróságot első másodfokon, most a perújításban, ahogy eljárt, eljárásjogi és anyagi jogi szempontból is. Ez nyilván a kúriára tartozó kérdés lesz majd, hogy ebben mit tudunk elérni. Ugye a kúria, hát igen, a kúria az a legfelsőbb magyar olyan hely, olyan szint, ahol megítélik ezt az ügyet. Utána akkor Strasbourgot, mintha már kimondta volna, ez így azt van. Jelenti, hogy nemzetközi fórumokhoz fordulnak? Még egy magyar lehetőség van, az alkotmányjogi panasz. Elvi lehetőségként ez is felmerül természetesen. Strasbourggal az a probléma, hogy az nem a magyar jogrend szerinti legfelső fórum fölötti fórum. Az egy másik téma. Tehát az alapjogok sérelme miatt az lényegében egy államot terhelő kártérítési ügy. Az nem változtat azon, hogy valakit elítéltek, vagy sem. Tehát Strasbourgban nem fogják tudni kimondani, hogy ők ártatlanok. Legfeljebb azt tudják kimondani, hogy törvénytelenül a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő alapjog sérült, és ezért kártérítést kell fizetni. Ön egyébként tudja, hogy akkor 19 évvel ezelőtt mi történt? Vagy önnek van más gyanúsítottja? Az eljárás során is felmerült más gyanúsított, és ennél sokkal több és sokkal direktebb úgymond bizonyíték állt rendelkezésre azzal a gyanúsítottal szemben. Az, hogy most őt nem vonják ebben a perben felelősségre, az a ügyészségnek és a bíróságnak a lelkiismereté múlik. Én nem ismerhetem a történetet, direktben nem tudhatom, mi történt, nem voltam ott. Azt viszont bizton állíthatom, hogy az a bizonyíték, ami a unokának a vallomásából ered, aki miután az apja nem volt hajlandó őt magához venni, és a bírósági eljárás előtt azzal fenyegetőzött, azzal zsarolta az apját, hogy ha nem veszel magadhoz is, nem tartasz el engem, mert az anyám már nem akar velem foglalkozni, akkor én olyanokat fogok mondani, hogy téged elvisznek. És ezt be is váltotta, a bíróság ügyészség pedig ennek felült. Ön egyébként, ez a fiatalember Richardnak hívta egyébként, ugye, ő most már nagykorú? Igen, és börtönben van egyébként, Németországban elkövetett 84 készúrással megölt egy prostituáltat, emiatt most ő börtönben van. Ő a koronatanú és az ügyészségnek a szava helyett ő megbízható tanúja. 19 éve tart ez az ügy. Akármi is történt, ez önmagában a 19 év is borzalom, nyilván nem akkora borzalom, mint maga a gyilkosság, de 19 évig nem tudtak pontot tenni, hát már a tanúk sincsenek. Gondolom én, vagy nem tudom, hogy gondolom, mindenki az élők sorában van-e, hogy 19 év után mit lehet még rekonstruálni, hogy lehet megállapítani, hogy mi történt? Semmit. Pont ez a felháborító számomra is, ami miatt én félek az ilyenfajta eljárásoktól, hogy ilyen logikai alapon, események logikus láncolatából, meg ráérzésekből kikövetkeztetni azt, hogy valaki embert ölt, és figyelmen kívül hagyni azokat az alap ellentmondásokat, amelyeket meg kellett volna válaszolni ahhoz, hogy ki lehessen mondani minden kétséget kizárólag, hogy ők embert öltek, az bennem félelmet kelt. Itt ilyen körülmények között és ilyen módszerrel bárkiről a legsúlyosabb bűncselekmény vádját is jogerős büntetésbe ki lehet mondani. Jól értem azt, ügyvéd úr, hogy a másodfokú, tehát jogerős bírósági ítélet
ellenére, amely kimondta, hogy Burka Ferenc és ifjabb Burka Ferenc embert öltek, ennek ellenére ön azt mondja, hogy súlyos eljárási problémák, rendőrségi, ügyészségi és bírósági hibák keletkeztek, és ártatlanokat ítéltek most el gyilkosságért? Ez az én határozott véleményem, hogy ezt megvilágítsam, egy dolgot emeljek ki a 19 évből. Az a perdöntő bizonyíték, hogy a Richard elmondja, hogy a telefonbeszélgetés után ő mit hallgatott ki. Az a perdöntő bizonyíték az úgy keletkezett, hogy egy telefonbeszélgetés után a telefonbeszélgetés tartalma miatt összeveszett egymással idősebb és ifjabb Burka. Ebben a veszekedésben hangzott el az a mondat, amire az ifjabb Burkának a fia Richard azt állítja, hogy ez bizonyítja az emberülést. Ennek a telefonhívásnak az apropója viszont az volt, hogy ifjabb Burka mit hallott a telefonbeszélgetés után. Kérdezem én, az az ember, aki a telefonbeszélgetésben elmondja, hogy ifjabb Burka miről tájékoztatta őt, az az ember honnan tudja, miután letette a telefont, hogy a telefonbeszélgetés után milyen veszekedés fog történni. Teljes képtelenség. Az, hogy a bíróság erre nem válaszol erre az elmondásra, az legyen az ő lelkiismereti problémája. Én meg úgy látom, hogy 20 év után sem lesz ennek vége. Zeke László ügyvéd volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Én köszönöm.